Óriási szeretettel köszöntelek, Kadi Fatiha vagyok, torta designer. A mai adásunkban megkezdjük a krémeink sorozatát, és elsőként mi mást készíthetnénk, mint az alap sárga krémet. Ugye cukrászkrémként ismerjük a szakmán belül, angol kifejezésként megtaláljátok ugye az interneten custard cream, vagy pastry cream néven. Ez egy olyan univerzális vaníliás krém, amit nagyon sokféleképpen lehet használni. Akár vajjal, ha keveritek, akár tejszínnel, isteni finom. Nagyon-nagyon szeretjük a családba, mert ez egy annyira gazdag íze van, ugye a tojástól, meg az igazi vaníliától, hogy nem lehet megunni. Úgyhogy a mai adásban megosztom veletek az én receptemet. Az alapanyagok a következők. 150 g kristálycukor, 120 g kukoricakeményítő, 2 nagy evőkanál vaj, 4 darab tojássárga, 1 rúd vanília és fél liter tej. Tehát az első dolgunk az, hogy a tejet egy lábasba öntjük, és felvágjuk a vaníliarudunkat, kikaparjuk a magot szépen, és hozzáadjuk a tejhez. Tehát ugye ez volt az első dolgunk, hogy a tejet belerakjuk a lábasba, hozzáadtuk a vanília darabkákat, és felrakjuk szépen közepes lángon melegíteni. Nem kell, hogy forjon, legyen meleg, legyen langyos a tej. Óvatosan, mert ugye a tejről tudnunk kell, főleg, hogyha kezdők vagyunk, hogy nagyon könnyen oda tudjuk kapni. Ez az egyik, amit szerettem volna más mondani. A másik pedig a vanília. Használhattok vanília aromákat, tehát előfordul, hogy az ember mondjuk vagy sajnál, vagy nem jutsz vanília rúdhoz, vagy vanília pasztához, de érdemes, mert annyira sokkal élettel telibb. Tehát ez az igazi, azt kell, hogy mondjam, nem az aroma, de nyilván az is hozzátesz majd a receptúránkhoz. A rúdról, vanília rúdról ugye fontos tudni, hogy nehogy kidobjuk, miután kikapartuk a magokat, mert ezután egy kis dobozba, hogy belerakjuk a cukrot, és hozzáadjuk a vaníliarudat, szépen jól összekeverjük, át fogja venni az isteni illata, a cukorhoz hozzá fogja adni ugye a vanília illata, és akkor lesz természetes úton vanília cukrunk, úgyhogy nem szabad kidobni, vagy kávédaráló ledaráljuk, és akkor lesznek a kis apró barna szemcsék is ugye a cukorral, tehát ne dobjuk ki, ezt szépen rakjuk el. A következő feladat pedig ugye a 4 tojássárgáját jól kikeverjük a kristálycukorral. Addig kell keverni, míg szépen ugye a tojássárga cukorral egy neművé nem válik. Gyönyörű, világos sárga színt kell, hogy kapjunk. Kell hozzá egy kicsi biceps, addig, míg melegszik a tej. Figyeljünk oda a tejre, mert ugye hamar oda tud égni, hogyha nagyon magas fokozaton melegítjük. Tehát hozzáadtunk egy pici bögre tejet, annak érdekében, hogy a tojássárgája szépen hozzászokjon a meleg hőmérséklethez. Ez azért kell, ezt temperálásnak hívják, ez azért kell, hogy nehogy véletlenül rántottát csináljunk a tojásos krémünkből, úgyhogy ezt jól átkevertük. Ehhez hozzáadjuk most a keményítőt, és szintén csomómentesen átkeverjük. És amikor ezzel megvagyunk, visszaöntjük az egészet a lábosba, és egy jó pudingos alapot kell, hogy megkapjunk. Folyamatosan kevernünk kell
a krémet. Legyünk türelmesek, mert jó hosszan nem fog történni semmi, de szükségeltetik a folyamatos keverés, és egyszer csak észre fogjátok venni, érezni fogjátok, hogy egyre csak sűrűsödik és sűrűsödik a krém, és egyszer csak össze fog állni, érezni fogod, hogy összeállt a krém. Ilyenkor szépen levesszük a tűzről, majd egy folpakot tesszük a tetejére, ez azért kell, hogy a teteje ne bőrösödjön. Majd utána hagyjuk kihűlni, megy be a hűtőbe, egészen odáig, ameddig föl nem használjuk majd a végeredményt. Miután ugye meg lett a pudingunk, hozzáadhatjuk a vajat, szintén jól átkeverjük és hagyjuk kihűlni. Vagy tehetjük most így simán rá a folpakot és hagyjuk kihűlni, és utólag vajjal kikeverjük szépen. Rátok van bízva, hogy melyik a jobb. Talán így ezzel a módszerrel gyorsabban meg vagyunk. Miután jól átkevertük, ne lepődjetek meg, izom kell hozzá. Ez azért van, mert ehhez a recepthez most több keményítőt használtunk, mint általában szoktak a különböző receptúrákhoz, például egy tárthoz, ahol kicsit folyósabb sárga krémre van szükség, ott a tojás sárgáját például nem 4-et használunk, hanem 6-ot. Most azért használtunk több keményítővel, és csak 4 darab tojás sárgájával, mert arra van szükségünk, hogy a krémünk kicsit masszívabb legyen. Hiszen ha tortába töltjük, szükségünk van egy bizonyos állagra, egy bizonyos keménységre. A lényeg az, hogy valamelyest jól átkevertük, majd belerakjuk egy kis tálba, amit folpakkal ugye letakartuk. Hagyjuk szépen szobahőmérsékletre hűlni, utána pedig berakjuk a hűtőbe. Miután kihűlt, ugye folyamatosan nézegetjük, miután kihűlt, kivesszük, és jól mixerrel áttörjük, átkeverjük. Fölhabosított vajjal is használhatjuk. Ne ijedjetek meg a vajtól, jó? Tehát nagyon sokszor kapom reakcióban ugye itt a magyar emberektől. Nyilván van a ráma, és van az igazi vaj. Ha pici vajat használunk, az csak hozzátesz a receptúránkhoz, jó? Tehát ne féljetek a vajtól. Egy nagyon gazdag, ízvilágú sárga krémet fogunk kapni tőle, de ha nem szeretnél vajat használni utólag, akkor használhatsz tejszínt is, akkor fölverheted, és összedúsíthatod, összekeverheted a kettőt, és egy isteni vaníliakrémet fogsz kapni. Úgyhogy legyetek bátrak, tudom, hogy meg tudod csinálni. Találkozunk a következő videó során. Ja, és ne felejtsd el, iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!